Kedves testvérek! Egy fájdalommal teli édesanyja megy Jézushoz, könyörög a lányáért. És meglepő, hogy Jézus háromszor is elutasítja. Először, mintha meg sem hallaná a kérést, megy tovább. Másodszor azt mondja, küldetésem csak Izrael házának elveszett juhaihoz szól. Harmadszor pedig így felel a kétségbeesett asszonynak, nem jó elvenni a fiak kenyerét, és a kiskutyáknak odaadni. Talán elsőre meglep minket Jézusnak ez a háromszori elutasítása. Hányszor, mintha így történne az emberi életben is. Hány ember van, aki átéli, hogy a házasságából elfogyott az öröm és a szeretet, és kiállt az Istenhez, könyörök, hogy ments meg, segíts. És úgy tűnik, mintha az Úristen nem segítene, legalábbis nem egyből. Hány fiatal indul neki az életnek nagy reményekkel, és aztán szembesül annyi igazságtalansággal, jellemtelenséggel, és úgy tűnik, az Úristen ettől nem óvja meg. Hány ember van, akinek rettenetes betegségeken kell végigmenni? Elveszíti a szeretteit, átéli a magány keserűségét. És úgy látszik, hogy az Úristen elsőre a fájdalmára nem válaszol. Miért van ez így? Talán a választ az Evangélium végén találjuk meg. Ennek az Evangéliumnak a vége gyönyörű. Az asszony, aki kapott három elutasítást, nem sértődik meg. Nincs fölháborodva. De nem is adja fel a kérését. Azt mondja Jézusnak, igazad van, Uram. Nem vagyok én méltó arra, hogy meghallgass. Én csak egy egyszerű pogány asszony vagyok. Nincs jogom ehhez a gyógyításhoz. De mégis könyörülj rajtam, könyörülj a lányomon. Gyönyörű ennek az asszonynak az alázata. A rendíthetetlen hite és szeretete. Talán Jézus pontosan idáig akarta ezt az asszonyt elvezetni. Eddig a nagy alázatig és hitig. És talán így van a mi életünkben is. Amikor nem válaszol egyből, akkor szeretne minket mélyebb hitre vezetni. Amikor valamit, ami véges és ami múlandó, kivesz a kezünkből, akkor szeretné önmagát adni, valami nagyobbat adni. Olvastam egy 24 éves fiatalemberről, akinek csontrák miatt. Le kellett amputálni az egyik lábát. Úgy érezte, hogy az ő élete ott véget ér. Soha többet kellemesen könnyedén futni nem tud. Kérdés, hogy meg fog-e tudni így házasodni. Úgy érezte, hogy kerékbe törték, keresztbe vágták az életét. A műtét után egy pszichológushoz került, és többféle rajzot készítettek az életéről. A legerőteljesebb rajz egy váza volt, amin egy hatalmas nagy törés volt. Középen egy fekete vonallal rajzolta a fiú az élete kettétörését, megsebzettségét. Aztán eltelt néhány hónap, és a fiú lassanként rájött, hogy azért a műlábbal és egy kis ügyességgel mégiscsak tud járni, és talán tud segíteni másoknak, akik hasonló szörnyűségen átmentek. Elkezdte látogatni a kórházban a többi megműtött beteget. Egyik alkalommal egy asszonynál volt, aki szintén egy szörnyű műtét után volt. Az asszony maga elé nézett, és meg se akart szólalni. Mire ez a fiatalember próbált hozzá beszélni, semmi reakciót nem talált, Végül lecsatolta a műlábát, és elkezdett énekelni és táncolni. Az asszony döbbenettel nézte. Azt mondta, ha te tudsz táncolni, akkor én is fogok tudni még énekelni. Lassanként ez a fiú rájött, lehet, hogy valamit elveszített de valami sokkal mélyebbet kapott, amit talán egészségesen soha nem talált volna meg, vagy csak nagyon későn. Amikor visszament a pszichológushoz, elkérte ezt a régi rajzot, és ahol volt az óriási fekete vonal, a törés a vázán, oda berajzolt gyönyörű fénysugarakat, és azt mondta, pontosan ott árad át az életemen a remény és a fény. Néha Isten szenvedések által nyitja meg az annyira kemény, annyira zárt szívünket. Sok ember van, aki nem nyitja ki az életét Istennek. Egészen addig, amíg a szenvedés vésői erre szinte rá nem kényszerítik. Sokszor a szenvedést tesz együttérzőbbé, alázatosabbá. Képes arra, hogy mások szenvedését legalább egy kicsit megértsük. Budapesten ismertem egy férfit, aki nagyon nehéz házasságban élt. A felesége veszekedős volt, nagyon erős akaratú, mindennek úgy kellett történnie, hogy ő kitalálta és egy kicsikét hideg természetű volt az érzéseit, kedvességét, a férje felé nem igen tudta kifejezni. A házasságuk nagyon fájdalmas volt, és a végén majdnem szétesett. És ezekben a hónapokban, amikor a válláson gondolkodtak, a férfit egy nagyon csúnya baleset érte. Leesett munka közben egy magas helyről, és szilánkosra összetört a lába. Óriási fájdalmai voltak, és kb. fél éven át Gibsben kellett otthon feküdnie. Először, ahogy találkoztam vele, el volt keseredve és föl volt háborodva. Azt mondta, hogy nem elég, hogy ennyire nehéz az élete. Alig bírja ezt a nagyon nehéz házasságot. És még jön ez a baleset is. Abba kell hagynia a munkáját, és egy fél évet otthon kell töltenie. Nem értette, miért sújtja őt az Isten. Aztán teltek, múltak a hetek, akkor volt a legkisebb gyerekük elsős az iskolában. Addig soha nem volt ideje a gyerekeire. Mindig dolgozott, mindig rohant. Most életében először átélte annak a hatalmas örömét hogy mit jelent édesapának lenni. A kislánya mindig odajött jött a betegágy mellé. Együtt tanulták a betűket, rengeteget beszélgettek, játszottak. Életében először élt, élt át az apaság hatalmas örömét, és gyakran leült a betegágya mellé a felesége is. Addig a feleségével soha mélyebben, komolyabban, legalábbis nagyon-nagyon ritkán beszéltek kellemetlenek voltak a beszélgetések, s általában otthagyta a feleségét. Most nem tudott elmenekülni. Elkezdte a feleségét hallgatni. S lassanként kezdte őt életében először igazán mélyen megismerni. És lassanként megérteni és megszeretni. Azt mondta a fél év végére, úgy érezte magát, mintha most lennének egy kicsit az esküvő előtt, az esküvőjük napja előtt. Megszületett a szívében a vágy, hogy ezt az asszony boldoggá tegye. Most kezdte igazán érteni és szeretni őt. Amikor találkoztunk, azt mondta nekem, hogy ez a fél év volt az élete legnagyobb kegyelme. Isten néha megpróbál minket. Hogy alakíthasson a sokszor annyira kemény szívünket, megnyithassa. Egy idős asszony mondta, milyen érdekes, hogy egyre rosszabbak a lábaim, de mintha az életben egyre messzebbre jutnék, egyre gyengébben működnek a szemeim, és mintha mégis az életben egyre több fontos dolgot meglátnék. Egyre több mindent felejtek. És mégis, mintha az Isten egyre több fontos dolgot az eszembe juttatna. Isten néha fájdalmas utakon nevel. Hogy ahogy ebből a kánaáni asszonyból úgy belünk, belőlünk is előhozza a mély hitet, az őszinte odaadás, nyitottságot,